Több útszakasz új aszfaltot kapott, körforgalmak épültek idén a megyei közúthálózaton. Állami finanszírozásból 7 útberuházási projekt valósul meg 2016-ban. Összesen 5,4 milliárd forint fordul útfejlesztésre megyénkben. Nyírpátorban ez a körforgalom már elkészült, amely a biztonságos közlekedést segíti. A városban egyébként egy másik körforgalom is hamarosan elkészül. Az Édesanyák úti és a Császári úti körforgalom is része az idei országos közútfelújítási programnak. Állami finanszírozásból 7 projekt valósul meg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több útszakaszon. Mint ismert, az idén adták át az Újfehértó-Nagykálló összekötő út 13 kilométeres szakaszát, mutatja a megyei térképen Csapó László igazgató, aki felsorolta azokat a terhelt forgalmú főutakat, amelyek új burkolatot kaptak idén. A 491-es másodrendű főút, amely Máté-Szalka-Debrecen főútvonal, Nyírmihályi és a megyehatár közötti szakasza, valamint Nyírbogát és Nyírbátor közötti szakasza. Ezek már elkészültek. Itt egy 3 kilométeres útszakaszon két rétegű útburkolat megerősítés történt. A 471-es másodrendű főúton szintén átadták a Nyírbátor-Nyírbogát közötti külterületi szakaszt, ahol 6 méterről 7,5 méterre szélesítették az utat. Nyírbátor belterületén aszfaltoztak, ezen kívül lecserélték a közúti jelzőtáblákat, új szalagkorlátokat helyeztek ki és a burkolati jeleket tartósra festették. Vannak folyamatban lévő építkezések is. Körforgalom épül a 4-es számú főúton Kisvárda és Döge külterületi szakaszán. Ennek műszaki átadását szeptemberre tervezik. Ami még hátra van, és valószínű áthúzódó projektként fogjuk tudni csak kezelni, az a 381-es számú Sátorajóhely-Kisvárda főútnak a Kisvárda-Kékcse közötti szakasza. A külterületi szakasz épül folyamatosan, a belterületi szakaszon egy szennyvízcsatornázás építése miatt át kell, hogy toljuk a következő év 2017 júniusáig a befejezési határidőt. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium tervei alapján 2016-ban az országos közúthálózaton olyan főutak felújítása történt meg, ahol nyomvályúk és felületi egyenetlenségek voltak a nagy autós forgalom miatt. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében útfelújításokra összesen 5,4 milliárd forintot költött az állam. Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hogyan kell értékelni ezt az 5,4 milliárd forintot egy kicsit országos szempontból, szemszögből nézve? 69 milliárd forintot szavazott meg a kormány a komplex útfelújítási programra 2016-ra. Erről értesültünk ugye az elmúlt év végén. És ennek részeként került az 5,5 milliárd forint a megyébe 7 programra. Ebből a 5,5 milliárd forintból közel 4 milliárd forint a 6-os számú választókerületbe került. Ez két nagy programot jelent. Az egyik a 49-12-es Nagykálló-Érpatak Újfehértó összekötő út felújítása. Ez egy régi pályázat, egy 2013-as ropos pályázat. Nál került beadásra, és most lett ennek a felújításnak vége. A másik pedig a 471-es főútvonal ügye, ami a megyehatár és Nyírbátor közötti szakaszt érinti. Mit jelent ez, hogyha összességében nézzük a megye úthálózatát, milyen előrelépés ez az 5,4 milliárdos fejlesztés? Én úgy gondolom, hogy az elmúlt évek útfelújítását is, ha figyelembe veszük, ugye akkor egy 2,5 milliárd forintos felújítás zajlott, minden választókerületben egy 4-500 millió forint körüli összeg volt ez, most ugye az 5,5, és jövőre pedig terveink szerint egy ismertetőt hallottunk erről, az országban összesen 100 milliárd forint értékű útfelújítás lesz,
Hát ha ezt ugye elosztjuk 106-tal, akkor majdnem 1 milliárd forint választókerületenként. Ez azt jelenti, hogy jövőre is reményeink szerint egy 6 milliárd forint körüli összeget költhetünk majd útfelújításokra. Tehát ilyen formán egy olyan 13-14 milliárd forint ebben a ciklusban az útfelújításra fordítódik a megyében. Én ezt egy nagy előrelépésnek tartom, mert hogy 2010-ben a 471-es főútvonal szinte járhatatlan volt. Nyírbogát és Nyírgelse között alig tudtunk közlekedni, annyi kátyú volt, és hála Istennek ezt a szakaszt, sőt, mi több, ugye a megyehatár és Nyírbátor közti szakaszt sikerült rendbe tenni, ez 2,5 milliárd forintos programot jelent. Ez összesen 4 projektnek az eredménye. Ugye hallottuk a felvezetésben, hogy a megyehatár Nyír-Mihályi között zajlott az egyik útfelújítás, ez egy 3 kilométeres szakasz, ez 270 millió forintba került. Egy másik felújítási szakasz az Nyírbogát és Nyírbátor között, ami 1,4 milliárd forint, ebben egy körforgalom épült Nyírbogáton, és 10 kilométeres útfelújítás történt. És nagyon fontos, Nyírbátor belterületén, pontosabban központjában két körforgalom épült, ez az Édesanyák útján, ami már át van adva, működik, és reményeink szerint szeptember elején pedig a Császárúti körforgalom is át lesz adva. Tehát ez összesen a 471-es program, ez 2 milliárd 47 millió forintba került. És még itt szeretném elmondani, hogyha a tisztelt közlekedők mennek Nyíradony irányába, akkor látják, hogy nagy erővel folyik a Nyíradony-Hajdúsámson közötti 471-es felújítás, ami 5,5 milliárd forintba került. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy az a munka, amit 15 éve kezdtünk Tasó László képviselő úrral, annak most kezd beérni a gyümölcse, és ezért a 471-es főútvonal, ami az ország legsúlyosabb állapotban lévő, legbalesetveszélyesebb harmadrendű főútvonal, az végre valahára megkapta a figyelmet. Milyen jelentősége van ezeknek az útfelújításoknak gazdasági szempontból? A 471-es főútvonal köti össze Debrecent és Mátészalkát. Ugye a megye második legnagyobb ipari parkja az Nyírbátorban van, és nagyon fontos cél volt mindannyiunk számára, hogy Nyírbátor megközelíthetőségét azt javítsuk. Az ipari parkban több mint 2000 ember dolgozik, és nagyon remélem, hogy ezzel a fejlesztéssel biztonságosabbá tettük a 471-es főútvonalat, és jobban megközelíthetővé. Különben ezt a célt is szolgálta a Nagykálló-Újfehértó összekötő útnak a felújítása, mert hogy így Újfehértó térségét is be tudtuk csatornázni, tehát aki Nyírbátorban szeretne dolgozni, és többeken vannak ilyenek, azok könnyebben el tudnak jutni Újfehértó térségéből. A közlekedés tehát mondhatjuk, hogy helyek közel megoldódik most már, ugyanakkor van egy másik nagyon nagy probléma a cégek számára, a munkaerőhiány. Azért érdekes ez, mert ezzel párhuzamosan azért a munkanélküliség is jelen van a térségben. Így van. Ugye 2010-ben, amikor elhatároztuk, hogy egy 10 év alatt 1 millió új munkahelyet hozunk létre közös erővel a honpolgárokkal, akkor nem gondoltam volna, hogy munkaerőhiány lesz Nyírbátor térségében, hogy őszinte legyek. Ugye most pedig az a helyzet, hogy beszélgettem egy-két cég vezetőjével, és ők arra panaszkodnak, hogy nincs munkaerő. És közben pedig ugye a munkaügyi központban 3,5 ezer ember van álláskereső támogatáson Nyírbátorban, és 2 ezer ember pedig közfoglalkoztatott a térségben.
Tehát itt nagyon fontos dolog az átképzés és képzésnek a problematikája. Én nagyon remélem, hogy ebből az 5,500 emberből ki tudunk képezni, vagy a cégek ki tudják képezni azt az 5-600 embert, amit a hírek szerint azonnal fel tudnának venni, mert hogy egy-két cégvezető azt mondta, hogy ők több száz embert föl tudnának venni, ha lenne munkaerő. És azon gondolkodnak, hogy Románia irányába indítanak buszjáratokat, de hát az a helyzet, hogy jobb lenne, hogyha térségből tudnák az 5,500 emberből kiválasztani a szükséges szakembereket. Nagyon nagy hangsúly van itt a szakképzési intézményünkön ilyen tekintetben, intézményrendszeren. Ez lett volna a következő kérdésem, hogy milyen kormányzati és önkormányzati feladatok vannak ezzel kapcsolatosan, egyáltalán milyen elképzelések, milyen stratégia? Ugye a duális képzés bevezetése az elindult, az ezt a célt szolgálna Isten igazából, de azt látom, hogy még azért van mit tenni ezen a téren, mert hogy az elvek azok szépek, de a valóságban ott számokat kell produkálnunk, mármint ami a munkanélküliség csökkentését értem ez alatt, és a duális képzés az nagyon jó eszköz lesz, hogy a cégeknek olyan szakemberek kerüljenek kinevelésre, akik megállják a helyüket, és szívvel és lélekkel fognak dolgozni ezekben a nagy termelékenységgel rendelkező cégekben. Másrészt a területfejlesztési operatív programnak is vannak ilyen pályázati lehetősége, éppen most lesz a beadási határidő, a munkaerőpiaci paktum néven híresült ez a pályázati lehetőség az önkormányzatok körében és a vállalkozók körében, úgyhogy gőzelővel folyik ezen pályázatnak az előkészítése, aminek a célja az lesz, hogy ebből a két csoportból, amit az előbb említettem, főként ugye az álláskeresőkre gondolok, ki tudjuk választani és ki tudjuk tanítani, kinevelni a szakembereket, akik be tudnak lépni az aktív munkaerőpiacra, és így tudják a cégek munkaerőhiányát enyhíteni. Mit tudnak kezdeni azzal a réteggel, akik végképp leszakadnak, illetve van egy másik speciális helyzetben lévő, és nem is olyan szűk réteg, a megváltozott munkaképességűek? Igen. Azt látjuk, hogy van egy jó néhány százalék, akinek hiába kínál a munkaügyi központ, vagy a cégek álláslehetőségeket, nem akarnak ezzel élni. Ez körülbelül a térségünkben, tehát a nyírbátori járás területén egy olyan 5-800 ezer emberre teszem ezt a kört. Hát nagyon nehéz boldogulni ilyen tekintetben, mert hogy ott a közmunka se jó, nem jó az aktív munkaerőpiac által nyújtott lehetőség. Ugye most Nyírbátorban a Rosenberg csoport települt be, repülőgép alkatrészgyár, hirdet új állás lehetőséget, a Koloplaszt hirdet állásokat, úgyhogy a kínálat az megvan, de én úgy gondolom, hogy az akarat is kellene hozzá, tehát megpróbáljuk majd ezen munkaerőpiaci pályázatban segíteni ezeket az embereket, hogy szíveskedjenek a nagyobb fizetésért. A következő generáció. Pontosan, a nagyobb fizetésért tanulni, átképezni magukat. Képviselő úr, köszönjük, hogy befáradt hozzánk. Köszönöm szépen. Jó.